Szia, Láda Nyugori vagyok. Mai nap kondicionáló tornája body art gyakorlatokat fog elsősorban tartalmazni. Egy rövid átmozgatásra számíts. Hogyha készen állsz, akkor helyezkedj el a matracodon. Egy sarokülésben zárd össze a két nagy lábujjat, és nyújtózz előre, engedd le a fejedet, hajtsd le a homlokod, és egy kicsit érkezz meg ebbe, átmozoghatod a medencédet, jobbra-balra hintázva, és csak érzékeld, hogy milyen, miket tapasztalsz most a testedben, hogy vagy ma, ebben a testben. Majd középen megállítva, lassan emeld a fejed, nyújtózod egész gerincet. És a kilégzéssel ereszkedj vissza le. Belégzéssel húzd előre a fejed, nézd nyugodtan lefelé, nyújtózkodok, kilégzéssel ereszkedj vissza le. Legközelebb nézel egyik irányba, és ugyanúgy nyújtózkodj előre, fújd ki, ereszkedj le, és aztán a másik irány. És újt ki. Még ezt a váltogatást, nézz el oldalra, vállad fölött, engedd vissza, és a másik irány. Engedd vissza, lassan felgördülünk csigulyáról csigulyára, hosszan egy hátra, sarokülésben. Belégzéssel gördülj fel, és hosszan egy hátra. Még egyszer utoljára lassan gördülj fel, vigy vissza hátra. Gyere legközelebb, emelkedj fel és nyisd a két lábad terpezbe. Ha fájna a derekad, akkor ne engedj majd bele a csípőt, told le a két térdet, és egy picit húzd előre a csípőt. Ha nem fáj a derekad, megtartva a hasad erejét, engedd be magad, mint függő áll, és forgasd el a csípőt, jobbra-balra. És innen majd aztán középen összezárjuk a két lábat. Babapuszba pihenj meg, és gyere emelkedj fel, mindkész láb helyzet. És innen pedig magasra nyújtózz hátra, hogy lefele nézzük útjába. Súlyezd a fejed, a mellkasod, egy picit időzzel benne. Tehát a testsült egyik lábad a másikra, és indulja aztán meg ide a kezeink felé, csípő szélesen állj meg, ülj bele, és ülj meg éles hátra emeld ki magad, nyújtózz a magasba, fújd ki, engedd le a két kezed, érésben, belégzéssel nyújtózz a magasba, fújd ki, ülj le, érésben a tenyered, belégzéssel emeld, fújd ki, lent. Belégzéssel csak emeld a két kort, tenyerek szemben nézzek, és lassan engedd le, szépen, és egy tenyérig intés lent. Belégzé, fújd ki, szépen, ülj bele. Legközelebb hajlítsd a térdet. Egyszer, kétszer, nyújtózz föl, ülj bele. Jól esik, engedd bele teljes teste, feje, és ülj bele. Tehát az egyik az elengedés, másik pedig a kontroll, figyelj a hátadra, maradjon egyenes. Lazítsd a hátad. Még egy utolsó ismétlés. Fújd ki, emelkedj meg, és hozd a két karodat a füled mögött, fejed mögött, told ki felé a két tenyered. Belégzéssel emel, fújd ki. Akkor csinálod jól, hogy amikor húzod a fejed mögül a kart, a könyök csúcs lefelé néz, és onnan tudod kifelé a két kezed, az lesz jó váll izületnek. Fújd ki, belégzéssel nyújtózz, kilégzéssel hajítsd a térdeket, nyíts. Belégzéssel el, fújd ki,
Legközelebb gyere egy csavaráskor, csavar helyzetbe, nézd hátra a kezed felé. Belégzéssel emel, kilégzéssel így hátra. Legközelebb összekötjük ezt a három mozdulatot, érítsd meg a tenyeret. Emeld föl, gyere még egyszer ugyanez, hogy ki. Emeld föl, lesz egy swing, engedd bele. Emeld föl, és innen jövünk a csavarásba. Egyik oldal, és a másik oldal. Gyere még egyszer, fújd ki, érítsd meg. Belégzés fönt, még egyszer ugyanígy, fújd ki. Emeld föl, engedd ki magad swing, lassan gyere fel, lassan, és innen csavar. Fönn, fújd ki. Gyere előre, utolsóknak lent, érítsd fönn, lent, érítsd fönn, engedd ki swing, lassan emeld föl, és a csavarás. Fújd ki a levegőt, fontos, hogy ezt ne tartogassuk, legközelebb kilégzéssel engedd le a két kezed, és nyiss egy kisebb terpeszt, lépj le a matracodról, hogyha van, legalábbis egy olyan távolságba gyere a lábakkal, és hozd a két kezedet a váll alá, belégzéssel hozd egy picit előre magad, feszítsd meg a lábad, teljesen újra ki a térdet, kilégzéssel kifelé nyitjuk a lábfejeket, és ülj hátra. Belégzéssel húzd előre, emeld a köldököt, fújd ki, ülj hátra. Belégzés, húzd előre, aktív a törzs, fújd ki, nyisd a térdet, még kétszer ismétel, fújd ki. Utolsó belégzés, kilégzéssel ülj hátra. Innen aztán párhuzamos a két láb, tedd le a tenyeret, és lépj kettőt hátra. Engedd le a térdeidet, ülj hátra egy aktív babapóz. Belégzéssel húzd előre magad, ereszkedj le a talajra. Teljesen hasonfekvés. Azaz, csúsztasd ki a két lábadat, és keresd meg a szemére, a csontodat a talajon, húzd lefelé. Majd a bal kézzel egy picit lépj előre, marad hajlítva a könyök, és a belégzéssel csak emelkedj meg, húzd ki magad, kilégzés, engedd vissza. Cseréld meg, jobb kéz, hátra válkör, és engedd lassan vissza. Lassan, és mikor belégzés. Sokkal többet érnek a gyakorlatok, ha lelassítod a tempót, csak azért nem győzöm ezt hangsúlyozni. Sokkal értékesebb az idő, amit rászállsz. Majd legközelebb a bal kéz elől, tedd előre, és a jobb lábadat hajlítsd be. Belégzés. Kilégzéssel ereszkedj vissza. Majd cserélünk. Jobb kezed elő, bal lábad hajlítsd be, és engedd vissza. Majd nézd hátra, hajlított lábad felé. Engedd vissza. Figyelj arra, hogy nem kell túl tolnod, nem kell elemelkedni a talajtól, semmi olyan, amitől a derékben egy kompressziót érzel. Gondolj el inkább úgy, mintha a mellkasodat távolítanád mindig a medence csonttól. Majd legközelebb hátra fogunk fordulni, nézd meg a hajlított lábadat, és mutass messzire. Ez az a skorpió, két tenyére talajon maradt, és a kilégzéssel ereszkedj vissza. Majd a másik láb belégzés, mutass hátra messzire, és lassan engedd vissza. Ez nagyon jó a derekadnak. Belégzés. Engedd lassan vissza.
Minden nyugodtan a szemek. És hagyd, hogy valóban a belégzés emeljen fel, és a kilégzéssel engedd le magad a talajra. Még egyszer, ezt ismételd meg. Két tenyérnek itt maradjon lent. Abból fogsz tudni nyújtózni. Az lesz a biztos alap. És ha megérkeztél, engedd le a fejed a két kezedre. Kicsit pihenj meg, lazítsd a karjaidat, vállaidat, medencédet. Hozd majd a két kezed a vállak alá, emelkedj fel, egy aktív babapóz, sarkülés, innen gördülj előre, és nyújtózz hátra, lefele néző kutya, vagy végigfúzolj a vadjártan hívjuk, súlyezd a két sarkat. Engedd el ismét a két térdet, hosszan még hátra, folyt ki, gördülj előre hullámhoz, tord hátra a sarkat, végigfúzz. Lent a két tér, ülj hátra, minden szemed, és tudatosítsd a központodat. Lent a két tér, ülj hátra. Még egy utolsó körünk lesz, és legközelebb tartsd meg magasan a medencédet. Állj bele, súlyozd a két sarkadat. Egy hosszú négy belégzés, egy hosszú négy kilégzés. Majd hordd a jobb talpad, emeld fel először a bal lábad a magasba. Nagy lépés előre. Engedd le a térdet. Emeld fel a két kart, nyújtózz, egy picit a talpadból tudd hátra a súlyt. Húzd le a két kezed, és lögd előre levegőt. Belégzésen el, és hosszan a száját fújt ki. Szépen, és fújt ki messzire. Fújt ki. Kettő. És az egy. Fújt ki. Emeld fel a két kort, engedd le a talajra, lépj ki oldalra a bal láb fejedet, egy picit nyisd a térdet, és nyújtsd ki a hátul lévő lábadat. Figyelj meg, hogy mi történik a csípőben, hosszú mélyérzés. Majd innen csak lépj ki hátra, zárd a két lábad, sétáld át egy kicsit. És a másik oldal, bal talpat tord a talajra, jobb lábad emelt fel a magasba, belégzik, kilégzéssel egy nagyot lépjél előre, engedd le a térdet. Belégzéssel nyújtasz a két karral, picit tord az előlévő talpat, kilégzés, belégzés emel, fújt ki, nyugodtan adj ki hozzá a hangot, fújt ki. Kétszer, fújt ki, utolsó, fújt ki, emeld a két kart, engedd le a talajra, kilőterünk egy picit ezzel a hátfejjel is, oldalt a tér, és ebből a helyzetből kezd el hátra tolni a sarkat, mozgass át a lábaidat. És innen egy nagyot lépj el hátra. Sétáld át a lábakat, és indulj el előre, majd jelen a gugolásba, hagyjasd a térdet, ülj hátra, és feküdj a hátadba teljesen. Oldalt a két kar, zárd össze a lábaidat, tolj össze a sarkokat,
Ha megy, akkor a térdedet is, hogyha az kényelmetlen, akkor elég a sarkadat, de ezt nagyon erősen. És a belégzéssel engedd le oldalra, anélkül, hogy a bármelyik vállad megemelkedne, és a kilégzéssel vissza közé. Belégzés, másik oldalt, és fűt ki közé. Hogy le a szemed, belégzés, tartsd össze zárva a sarkat, húzd hátra a köldödet a talaj felé, belégzés oldal, és fűt ki. Még négy ismétlés, használd a légzésre, az mindig ott van. Végig tudod összeállít sárkod, nagyon fontos, oldal, és fújt ki. Legközelebb hozd ki oldalra a belégzés, tartsd itt, és a kilégzéssel lassan engedd tovább a két térdet, engedd le a térdeket egymásra, és érkezd meg egy csavarásba, fordítsd el a fejed ellentétesen, engedd le a két kart. Ha feszül a vállad, akkor egy picit hozd lejjebb a karjaidat. Majd lassan belégzés egyesével, hozd vissza a lábakat, told össze megint a két sarkod, és rendezd a gerinced egy egyenesbe, és a belégzésen a másik oldalra indítsd el, tartsd itt, fújd ki, és lassan, hát vibravitáció, húzza lefelé. Engedd le a két térdet, fordítsd a fejed ellentétesen, és megint pihenj meg a csavarásba. És lassan minden visszafordítjuk a fejet, egyesével a lábakat, picit öleld át a két térdet, húzd közelebb magadhoz, és aztán helyezkedjél a talpaidat, tedd össze, kezeket tedd a belső combra, nyisd meg a mellkasodat így a talajon fekve, és egy kicsit húzd be az álladat a nyakad felé, meg tudja nyújtózni a hátkerinc. Engedd el az ujjahas falat, engedd nyílni a térdeket. Három-négy mély légzést tegyél meg itt. Érzékeld közben, hogy mi történt a gyakorlatok alatt a testeden. Majd innen nyújtózz a két karoddal a fül mellett, össze a hosszítsd a teljes belső testet, és aztán fordulj át az egyik oldaladra, emelkedj fel, lassan ülésbe. A lábaidat keresztezd, és húzd ki magadat, görgesd le a vállakat, emeld fel a két karodat a magasba, lazítsd a válladat, a könyöködet, érítsd az ujjvegyeket, és a kilégzés rendet le. Belégzés, oldalon áthozd a két kart, már nem kell, hogy feszülj, nem kell, hogy teljesíts, csak a légzés. Utolsó belégzéssel finoman nyújtózz meg, egész a szívedből, és a kilégzésen érintve az ujjvegyeket, kísérd le a kezeidet. Kedves egészségedre! Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál. Ezek a gyakorlatok, főleg a Body Art órának a bemelegítő szekvenciái, testhelyzetei, gyakorlatai, és a továbbiakban is az elkövetkezendő kondicionáló tornákra is hozok majd a Body Art mozgásanyagot, hiszen ez nagyon fel
További szép napot neked, kedves egészségedre! Az online program a VECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.